Apropó, 20. felteszem itt is a kérdést, a 4,5 éves fiamnak kell egy jegyet vennem. Mert ez még nem Mármint derült. a 28-aira? Igen, igen, hát Ljubljanában nem. Kell, kell, nálam kell fizetni. Sziasztok, ez itt a Kisles 37. adása a harmadik évadban. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk mindenkinek. Ugye az adás az hétfőn locsolkodás után már enyhén illuminált állapotban került ki. A felvételt viszont vasárnap este készítjük. Nem annyira enyhén illuminált állapotban. Húsvét az húsvét. Az muszáj volt sok-sok kell tenni. Szóval, a mai adás témái közül néhányat említenék most itt az elején meg. Beszélgetni fogunk az U18-as szereplés kapcsán, amit az osztrák bajnokságban elért, vagy nem eredmény elért helyezésekről megjelent cikk kapcsán olvastunk itt-ott kommenteket. Ugye a cikkben is meg volt írva, hogy a véleményalkotást az olvasókra bízzák. Hát meg is történt, ezt fogjuk egy kicsit elemezgetni. Beszélgetünk természetesen a magyar-ukrán válogatott mérkőzésről, az ehhez kapcsolódó minden egyéb kis apróságról. Egy picit boncolgatjuk az Erste Liga bajnok Csíkszereda szezonját a számok tükrében, meg egy kicsit véleményezzük is szerintem szubjektíven, ahogy szoktuk. És egy kicsit talán az egész bajnokságról is vonunk egy összképet, ha marad rá idő, és egy pár mondatot még Ljubljanáról majd a végén. Szóval szerintem kezdjünk is bele. Az U18-as osztrák, vagy nem is tudom, osztrák közös bajnokság, osztrák-magyar közös bajnokság, magyar csapatok indulnak a, ki nem mondom, az Ice Junior bajnokságában. És ugye megjelent egy cikk, aminek a zanzásított tömör lényege az az, hogy az elmúlt évekkel ellentétben idén a négy közé nem jutott be magyar a playoffban, magyar csapat. És egy szépen a cikk boncolgatja, hogy tavaly mi volt, tavaly előtt mi volt a junioroknál, az U20-asoknál. De ezzel kapcsolatban ugye talán az első bekezdésben van, talán az első mondatban, hogy a véleményalkotást az olvasókra bízzák, és ugye a blogon már nem lehet kommentelni, szerintem a blog legnagyobb szerencséjére, mert ez azt hiszem robbantotta volna megint a dolgokat, de a Facebookon lehet kommentelni, méghozzá a Jégkoron komment csoportban. Hát, ugye ez egy olyan szituáció, ahol ütköznek azok a vélemények, hogy eredmény kontra fejlődés, teljesítmény kontra versenyeztetés. És nagyon sok helyen fölmerül a Alpesi Liga kontra Erste Liga kérdéskör is, ugye főként az U20-asok tekintetében. Nektek mi a véleményetek arról, hogy ugye az elmúlt években szinte kibéreltük az első, második, harmadik, olykor negyedik helyet is ebben a bajnokságban. Mac, Fehérvár ebben élen járt. Mi történhetett most, és baj-e az, hogy most nem vagyunk ott a négy között utánpótlás szinten? Hát nagyon nehéz erről véleményt mondani, mert ugye itt korosztályunként kicserélődik a csapat konkrétan. Tehát ugye most elé megyek megint az U15-ről, is volt egy ilyen cikk, hogy elmentek egy tornára, ahol a második játéknapon ilyen 12-13-0-ás meccseket hoztak le, és akkor, hogy ennek a életlen meccseknek mi értelme, és ott az a válasz jött ugye a Magyar Jégkorong részéről, hogy annó két évvel ezelőtt, a covidos évek előtt ez egy rangos jó torna volt, hát most ilyen, majd a szakma eldönti, hogy kell-e ezen indulni legközelebb, de ott is
évente cserélődnek a korosztályok, tehát lehet, hogy jövőre megint egy jó torna lesz, ettől függetlenül. Szerintem itt is ugyanez van, bár itt azért összemosódnak talán a korosztályok, hiszen ott írták is, hogy a Salzburg egy éve fiatalabbakkal, sőt a legjobbjuk egy 17 éves vagy 16 éves gyerek, aki már felnőttekkel edz. Nehéz. Tehát ez tényleg szakma. Én azt gondolom. Hát meg annyiban nem tudom, hogy az, hogy a ugye azt mondod, hogy az utóbbi években ugye kibéreltük eznek, vagy legalábbis döntőket játszottak a magyar csapatok, annak volt haszna? Annak látjuk bármilyen hasznát? Ez a kérdés. És ennek fényében az, hogy most nem vagyunk ott, most mi lesz? Tehát én nem hiszem, hogy ha ez mondjuk tendencia, és mondjuk az elkövetkező 5 évben szintén sehol sincs a magyar utam, annak biztos lesz. De az, hogy egy évben kimarad, meg egy évben ilyen az a másik említett torna, ebből így szerintem a szakemberek se tudnak mit mondani, hát még mi. Itt azt kéne megtalálni egyébként a szakembereknek, ugye már sokszor beszéltünk arról, hogy utánpótlás szinten U15-16-17 megverünk hoki nemzeteket, de tényleg tornákat nyerünk előttük minden, hogy ez hova tűnik junior korra vagy a felnőtt korra. Hát illetve lehet, hogy ez adnak az oka-e, hogy nálunk U8-tól kezdve eredménykényszerbe játszanak szinte, és ahogy ott írta valaki, hogy 4 éve kint vannak Csehországban a gyerekkel, és még U17-ben is patika mérlegen figyelnek arra, hogy mindenki egyforma jégidőt kapjon, mert az a fontos, nem az, hogy az első két sor lehozza a meccset. Így van. És ezt lehet, hogy egy rangos tornán ezzel hozunk egy tornát, csak aztán hosszú távon nem megyünk semmire. Hát akkor megint ott vagyunk, hogy megnyertünk egy karácsony kupát a semmiért, vagy húsvét kupát, most húsvét van. És akkor ebből nem fogunk profitálni felnőtt szinten. Igen. Ugye ez évek óta kérdés, és ez mindig mi is vitatkoztunk már nem egyszer, nem kétszer, még úgy is, hogy alapvetően nem szoktunk az utánpótlással foglalkozni. Évek óta kérdés az, hogy mi a jobb versenyeztetni, a legjobbjainkat tolni, és eredményeket hozni, és önbizalmat növelni. Vagy de összebosunk fogalmakat. Tehát az, hogy versenyeztetem, az nem jár azzal, hogy eredményt kell hozni. De Magyarországon igen. Ez a baj. Tehát legyen a jégen, korcsolyázzon, ütközzön, passzoljon, lőjön. Mindegy milyen eredménnyel, mert az majd később lesz fontos. Azért nem, most hadd vitatkozzak. Szerintem kupára nem mindegy, hogy milyen eredménnyel. Mert hogyha én folyamatosan, hiába fejlődök akár önmagamhoz képest jól, ha folyamatosan veszítek, folyamatosan leütköz olyan emberke, aki minden évben leütköz, nem tudok nála jobb lenni, akkor elmegy a kedvem. De akkor nem is baj, mert akkor te nem leszel jégkorongozó a büdös életben. Hát nem vagy versenysportra alkalmas. Van ilyen. Tehát most tényleg ne akarjunk mindenkiből profi jégkorongozót csinálni, mert az sehol a világon nem működik. Tehát igen, valahogy, amit ott írtak, hogy ez a kiválasztás is, tehát hogy ebben a korosztályokban még nem kéne kiválasztani, hogy eldönteni, hogy ki lesz első, második soros és játszik egy fontos meccsen, hanem tényleg egyforma jégidővel tolni 16-7 éves korig, és majd ott kiválasztani, hogy ki az, akiből profi jégkorongozó lesz. Sőt, onnan lehet, hogy kirostálják magukat is. Kiválasztódik, igen. Nem. Igen. Sok. Biztos, tehát biztos vannak olyan szakemberek a világon, akik ezt tudják. Mert azért vannak olyan hoki nemzetek, ahol jól működik az utánpótlásnevelés. Azokat a módszereket, vagy meg kéne kérdezni, hogy csináljátok, és sajnos oda lyukadunk ki, hogy erre kell időt szánni. Tehát ez nem egy év, meg két év. Szerintem nagyon sok helyen ez vitatéma. És... Tehát ez szerintem a legnagyobb hoki nemzeteknél is mindig vitatéma lehet. Így tudatlan, hogy mi a jó, vagy hogy kéne, vagy hogy veszítsünk-e minél kevesebb égkorongozót, hogy termeljünk itt csúnya szóval minél több profi jó jégkorongozót. Nálunk szerintem az a legnagyobb probléma, hogy írunk stratégiát, és utána nem, tehát nem valósul meg semmi nagyjából, mert megmarad az a haverpajti, az a szokásos magyar dolgok megmaradnak. Itt valaki írta egy kommentben, hogy akár az sem lenne ördögtől való, hogyha két válogatottunk lenne egymás mellé, és nem egymás alárendelve, mert hogy van annyi játékos. Hát ráadásul
Bocsánat, ez valamelyik külföldi szakértő, akit felkértek el, is mondta, hogy össze kéne vonni korosztályukat, hogy egy korosztályban legyen két csapatra való válogatott, és lehetne őket versenyeztetni. Csak ezekből sose lesz semmi, mert valamilyen érdekek nem akarják, vagy nem tudom miért. Hát, de furcsa ez a szituáció szerintem, és valamiért nekem az az érzésem, akár... Főnök eltűnik. Cenzúra. Főnököt lekapcsolták, látod? Itt van cenzni meg az ura. Pont megmondta volna a kukit. Tikk! Meg az is van a telefonján, nézd meg. Hát ilyen, nem. A laptopján is már. Majd itt lesz egy vágás, úgy gondolom. De majd itt a végén. Na figyelj, várja. Nem az főnök, bukunk le. Addig iszunk. Megfagytál. Elvesztél az internetben. A Pegasus működik. Megint valami csúnya dolgot akartam mondani, és rögtön lefagyott az internet. Látszott rajtad, mert így maradtál. Igen? Szaladtál az erdő fele. Köszöntöm újra a nézőket, immáron megint mozgóképben. Bibifin. Szóval azt sem tudom már, hol tartottunk. Valahol ott szakadtunk meg, hogy ugye, tehát azt akartam mondani, hogy ugye bármilyen csapatsportágról beszélünk, valahogy mindig ugyanez jön fel utánpótlás kérdéskörben, hogy megnyerjük az U14-es, U16-os és megint. Ezt a mondatot engedd el, főnök. Érzd már meg, hogy ezt nem lehet. Ezt nem hiszem el, hogy... Ma csak szilveszterit veszünk föl, vagy mi van? Ezt ki se kell vágni. És vigyázz az remélkedő fejed hozzá. Amit kimerevezett. De valami autóban a szerkesztő program bekapcsolva marad. A trollok itt az. Meg vagyunk hackkelve. Addig így úgy, nincs a sátra. Nem, egyébként párhuzamot van azzal, amíg le van fagyva, hogy emlékszem annak idején, amikor én, hát se ifista voltam már ifi szinten, mi a megyei bajnokságban játszottunk Borsod megyében. Agyonvertünk, tönkrevertünk mindenkit, majd a felnőtt csapat feljutott az NB1-be. És ugye kötelező volt minket is az NB1-be indítani. Hallod, első meccs, elmentünk Szegedre, 41-4. Hopp, mi van? Tehát ugye, és akkor jött az, hogy most hagyjuk abba a kézilabdát, és akkor mondt, nem. Hanem ez van, ez egy komolyabb osztály, ebbe bele kell erősödni. És addig dolgoztunk, még igenis nyertünk meccseket az első évben. Volt vagy 6 pontunk, 3 győzelmünk, de akkor is. Tehát, és itt megint benne van az is, hogy csapágyásra jár, ugye van az első két sor csapágyásra járatni. És akkor a 34. sorban meg több motivált vesztett emberek, gyerekek ülnek, mert hogy ő nem kerül jégre. Holott lehet, hogy ő 15 évesen úgymond még ügyetlen, de ő 18 évesen lesz ügyes, mert későn érő típus. Vagy neki annyi kell, hogy megtanulja ezt. Lássa a pályán. Ez volt nekünk is, belekerültünk abba a szituációba 17 évesen, 18 évesen, hogy most itt NB1 ifibe kell játszani. Basszus, kellett egy év, még beletanultunk. És játszanunk kellett. Nehéz az utánpótlásba tényleg okosnak lenni, úgyhogy nem is értünk hozzá, csak gondoljuk. Főnök letörölte a Pegazust. Hogy itt mentálisan is tönkretesznek ezzel gyerekeket, mert az önértékelése annak, aki az első két sorba lesz, ugye túllő a célon, aki a harmadik, negyedik sorba kószál pár perceket, azt meg abba hagyja okit. Holott lehet, hogy ő 2-3 év múlva lenne jó játékos. Igen. Ennyi. Ezt meg kell tanulni. Ha úgy van. Ha nem vagy egy istenadta tehetség, akkor ez neked dolgozni kell, meg kell tanulni. És van, akinek ez egy év, van, akinek 3 év. Különbözőek vagyunk. És Magyarországon nem születik egyszerre 40 jégkorong tehetség, aki fél év alatt mindent tud. Hát megmondta ez Gabi bá is, hogy vannak edzők, akiket le kéne lökni a Taigetoszról. Hát igen, de elnézést a kis közértékért. Tokkal elment az internetem. Szerintem Neváki tök jó volt.
Minden esetre gondold át, mit szeretnél mondani. Egyből jön Cenzli azt, meg hogy... az ura, tényleg. Dean Sutter volt az, aki mondta egyébként a bemutatkozó interjújában, hogy akár össze is lehetne vonni korosztályokat válogatott szinten. És utána néztél, még ki voltál kapcsolva. Nem volt netje. Nem volt netem egyáltalán. Se kábeles, se wifi, semmilyen. Na de mobil? Na, megfejtettétek az utánpótlás kérdést? Meg. Megadtuk az összes létező jó tanácsot a utánpótlás edzőknek, szakértőknek és a... Úgyhogy nem értünk hozzá. Szövetségnek is. Így van. De van véleményünk. Is, de igen. Jól van. Térjünk rá, ha már utánpótlás meg válogatott, akkor térjünk rá a válogatott felkészülésére. Ugye a héten már egy felkészülési mérkőzést le is játszott a magyar jégkorong válogatott a felnőtt. Ukrajnával játszottunk Miskolcon. Az eredmény számszerűségét tekintve 3-1-re nyert a magyar válogatott. A összességében véve a meccsről milyen kép alakult ki bennetek a magyar csapatról, illetőleg az ukránokról, akik ugye egy héttel hamarabb kezdik a világbajnokságot. Almi? Igen, gyenge meccsre sikeredett. Ez volt az első benyomás. A második benyomás, hogy még mindig nem szeretjük a fizikai hokit. Jó, hogy ez egy felkészülési barátságos akármilyen meccs, és itt nem illik, vagy nem tudom, de nem szeretjük. És az ukrán csapat sem lett szimpatikusabb a játék alapján. Nem. Eddig sem voltak azok az után se, igen. Szerencsétleneknek most más is jár a fejükben sajnos. Szerintem. Azért felkészülés meccsen pofaszkodás, nem tudom, mikor láttam utoljára, de... Igen, érdekes volt. Az ráadásul ugye a kamera mutatta Szitelt, és ahogy a Spiller mondta közvetítésben, egyik legrövidebb nevű magyar, és az egyik leghosszabb nevű ukrán verekedett össze. Jó, de annak volt előzménye, mert ott a Szitának majdnem csúnyán fejre tett. Tehát nem hajol el a bor. Igen, igen. Szóval furcsa volt. Nekem egy picit olyan érzésem volt a meccset nézve, hogy de most nagyon sarkos lesz, amit mondok, de múlt hét vasárnap, amikor kint voltam az OB4-es A csoport döntőjét nézve, ott hasonló tempó volt. Igen, főleg egy volán meccsek után, ugye itt a döntő meccsek után egy kicsit ilyen, néztem én is, hogy az R betű megjelenik el sarokba, vagy valami, de nem. De nézzük a jó oldalát, hogy igazából magyar B, de inkább C válogatott megverte ezt az ukrán csapatot, akinek egy hét múlva VB van. Igen, igen, az a része rendben van. Kapusposzton is volt meglepetés, ugye. Igen. Ugye arany neve feltűnt, sőt, mi több a második mérkőzés második felében védett is, de a hivatalos keretben nem tudtuk, hogy bent van. Meccsedő gyorsan bekerült. Itt viccelődtünk, hogy Lila Füred. Lila Füred nem volt a hotel palotában, vagy mi van ott. Sajnos ez nem az a termék megjelenítés, amit még nem. De várj, tehát nagyon szívesen egy hétvégét elfogadunk. Köszönjük szépen. Lila Füreden. Azt akartam kérdezni, ugye itt most már fölismerült ez a kérdés, hogy ez a B vagy C válogatott, hogy ebből a keretből most a mérkőzés alapján láttatok-e bármi olyat, ami vagy akire alapozni lehet a következő másfél-két hét felkészülését? Gondolok itt Tóth Gergő két góljára például. Gergely. Ez nekem mindig az a probléma, amit mondtam, hogy szerintem az első két sorban megvannak az emberek, és nem négy Spiller sor kell. Tehát a harmadik, negyedik sorban meg a húsdaráló kell, aki a másik csapat első két sorát semlegesíti, és oda meg nem ilyen csatárok kellenek, hanem oda Magó kell, oda Terbi kell, oda olyan játékosok kellenek. Biztos, hogy nem négy sor kell, nézzük a volent. Én nekem szimpatikus lenne, de az edzők nem szeretik a 7-6-os meccseket szerintem annyira. Nekem elég a 4-2 is általában.
és fél gól felett. Én nem is láttam ezt a meccset kicsit. Tehát nem is, ha ráértem volna, akkor sem biztos, hogy ezt az első meccset én így megnéztem volna, vagy nem, tehát hogy nem tettem meg mindent azért, hogy nézhessem. Igen, ez még egy, hát a C válogatott, ez lehet, hogy túlzás, talán ilyen emberünk nincs, de hát igen, ez még nem az. Jó, hogy elindult a felkészülés, de azért itt még lesznek elég komoly cserék. És inkább nekem az a fura, hogy akit így behívnak, és biztos sokan tudják, hogy ők persze mindent megtesznek, hogy ott legyenek a válogatottban, de hát szűkös a keret, 20-22 játékos lehet. Hogy ők hogy állnak ehhez hozzá, hogy most hogy mondjam ezt, persze mindent megtesz, meg, de biztos van olyan, aki szinte tudja magára, hogy úgy nem fér oda. Na, van, nem volt baj szerintem. Tehát a bizonyítási vágya az megvolt a srácokban, meg mentek, szerintem van, nem volt gond. Még annyit, hogy vannak tótok a csapatban, Gergely és Richard, de Richard lőtte a két gólt. Igen. Ő a csatár. Azt mielőtt igen, megkapjuk a magunkét megint a tények miatt. Igen, Tóth Ricsi volt a két gólos. Igen. Hát figyelj, most ebből a csapatból. Ugye most volt cserélődés is, sokan jöttek, mentek. Én nem néztem meg. Nem is tudjuk, hogy kik mentek. Nem, egyelőre nem tudjuk, hogy kik mentek, csak azt, hát hogy jönnek. Hasonlítsd össze a két keretet. Ja. De nincs két keret. Nincsen, egy van. Hát az előzőt, meg a mostanit. De hol van a mostani kihirdetve? A szövetség oldalán ott volt már, szerintem. De volt így, hogy kik jöttek. Annyi, hogy kik jöttek az új játékosok, de hogy kik mentek el, arról nincs szó. Hát Galaniszki, hát ki szokott menni. Egy páran. Az első szűkítésnél Galaniszki. Jó. Egy pár nevet azért elmondtak, igen, akik már nem lesznek ott, vagy már nincsenek ott. Ugye Császár, Nor, Galanisz, Kreisz, Bruno, Miskolci, ugye Schleckmann sérülés miatt, és Szigeti Ákos az, aki már nincsen a keretben. Ezt leírták a blogon is egyébként. Nekem az a kérdés motoszkált a fejemben, hogy van egy toronymagasan Erste Ligát nyerő Csíkszeredánk, ahonnan igazából ugye tudjuk, hogy Bece sérülés miatt nem tud a válogatott rendelkezésére állni, bár ugye ő nem is mindig az a favorit, akit fixen behívnak a válogatottban, sőt inkább az ellenkezője. Ugye Sofron az, aki a sportklubot képviseli. Nekem mindig kérdéses, hogy van ott még olyan játékos szerintetek, akit ti behívnátok a válogatottba? Vagy ott azért a légiósok első két sora elviszi a... Nincs, pont ezért nincs. Mert szerintem, amit mondtam az előbb, hogy a harmadik, negyedik soros játékosoknak van annak, jobban annak való játékos máshol, az első két sorba meg nem férnek be, mert ott a légiósok, a volánosok. Uh-huh. Ha már védőben van, gyengén állunk, úgymond egy ládai. Jó. Mondjuk ez igen, a védő kérdés az érdekes, mert abban mindig bajban vagyunk. Tehát azt most is néztem, az most is fájdalmas lesz. Tehát nehéz összeszedni azt a hét jó védőt. Én egyébként, ha beszélgettünk az utánpótlásról, ezt nem értem egyébként a magyar utánpótlásban sem, vagy ezt különösen nem értem, hogy erre miért nem lehet specifikusan rákészülni. Tehát ez a védő kérdés, ez nem tegnap előtt óta van probléma Magyarországon, hanem a 90-es VB óta. Ezzel ugyanaz a baj, mert akkor még a mi lett is utánpótlással, hogy eredménykényszer van, meg szakmai féltékenység, holott lehet, hogy aki éppen féltékeny, az nem is ért hozzá, de megvan benne ez, hogy tudjuk, hogy indult védő tábor, ami azért szűnt meg, mert nem engedték el az edzők a gyerekeket, majd akkor elvisz az a csapat, meg annak az edzője. Tehát ilyenekért ezért. Meg azért, mert szerintem még mindig ott tart az utánpótlás, hogy aki ügyetlen, azt tesszük hátra. Igen, meg mindenki gólt akar lőni. Ami egyébként tök hülyeség, mert szerintem pont fordítva kéne, hogy aki ügyes, az hátulról irányítson. Hát meg hogy elővételezd a csatát. Az meg úgyis megtanulja, tehát aki elől korizik, az meg úgyis ügyes lesz, arra följön. Hát meg valahogy ezt sztárolni kéne, ezt a szakmát, ezt a hátvét. Tehát ott egy Atkinson, vagy ott van egy Toking.
mutatni videókat, hogy onnan is lehet ám nagy eredményeket elérni. De ezt már beszéltük korábban, a mai hokiban védőként lehet gólokat lövöldözni. Itt nem az van, tehát itt ez igen, a... már nincs ez a stay at home hátvéd már nem divat. Sőt, nincs csapatod akkor. Nem nagyon van, igen. Hát furcsa, furcsa ez. Box to box. Így van. Hát és ugye... átmenti a formáját, mert ő mondjuk nagyon ügyes volt. Tehát ő rengeteget fejlődött szerintem az utóbbi. Illetve Rétfalvital nem hívták be, de ő nem is tudom, őt védőt játszik a volánba. Mert én úgy emlékszem, hogy védőként, talán amikor volánba felhívták, védőként játszott, de mintha a titánoknál elő lett volna, amennyire rémlik. De lehet, hogy vagy ő egy olyan frekveli ember, hogy bárhol. Ezt mutatja a bajnokságok közötti különbség. Na mindegy, szóval azt mondom, visszatérve az a lényeg, hogy a védőképzésre szerintem sokkal jobban rá kéne feküdni. Nem tudom, lehet, hogy ezt nem kell még gyerekkorba, vagy... Ez a védőképzés, meg utánpótlás, meg az egész sztorival nekem az az érzésem, hogy ezt komolyan kéne venni. Tehát amikor kitalálnak valamit, hogy hogy legyen szövetségi szinten, akkor azt valahogy meg is kell valósítani. Nem tudom, ezt hogy kell kierőszakolni a kluboktól, az edzőktől, de valahogy meg kell oldani, mert annak semmi értelme, hogy írunk ilyen lózungokat, és utána tojik rá mindenki, mindenki csinálja úgy tovább, ahogy eddig, meg ahogy akarja. Tehát azt nem tudom, hogy lesz, de valahogy fejlődni kéne. Volt még egy nagy vitaindító itt a kommentek között, Szarzi, hogy nincs benne a keretben. Egyből már van, aki megkérdőjelezte Sean Simpsonnak a szakmai hozzáértését, hát persze miért ne? Nem tudjuk, az a baj, nem tudjuk, hogy most azt mondta, hogy már 38 éves mennyi? 38. Köszönöm, elég volt, Ice Liga döntő, kicsit ez fáj, az fáj, nem szeretnék menni, vagy másokok vannak, ugye Seannak fiatalítani is kell, benne van a stratégiában, meg szokta hangoztatni is, és te egyből nem ért hozzá, de könyörgöm. Tehát az ember letett valamit az asztalra, várnánk egy kommunikációt akkor, hogy... Igen, hogy tehát Orbán Bodót is hiányolták sokan, de ugye tudjuk, ők 2-3 éve lemondták a válogatottságot, hogy jöjjenek a fiatalok, Benk ugyanúgy, tehát sokan már ugye lemondták a válogatottságot. De ha valaki kiesik, a Benk Andris jön. Akik olyan járt, tehát nem mondom, hogy most az összes Erste Liga játékosra sorolják fel, hogy ki sérült, ki nem sérült, kivel mi van, de aki olyan alapjátékosnak gondolható, és esetleg valami van vele, arról azért jó lenne tudni, hogy miért nincs ott. Lemondták a válogatottságot? Tudom, hogy igen. Ez új info. Ráadásul ő fiatal gyerek. Hát ő bőven 30 alatt van. Én úgy emlékszem, hogy igen. Én ezt nem hallottam még, de... Szerintem az Orbán sincs 30 éves. Én úgy emlékszem, hogy ők itt 2 éve. Tavaly is benne voltak még a válogatottban, tehát ezt nem hiszem, de lehet, nem tudom ezt sem megerősíteni, sem cáfolni. Na, nem tudom. Hát egyébként, figyelj, ha Bodo 30 éves, tehát ő még nem hiszem, hogy... Nem feltétlenül a kora miatt. Danzero is mehetne, mert én nem szerettem, de az utóbbi szezonban nagyon ott volt. Igazából a számomra sokkal érdekesebb kérdés, ez a kapus kérdés. Ugye most, hogyha nagyon sarkosan akarunk fogalmazni, akkor Rajna, Hetényi, Arany... Megfordítanám a kettő, de igen. Most... Nálam Hete Rajna a két utazó. Így van. Ugye most ott volt Bánis Bence, nincs vele semmi bajunk, de még mindig kipattanó király, és ezt az ukrán mérkőzésen is bizonyította az első felében. Szerintem tünk nem feltétlenül válogatott szintű kapus, Arangeri jó, de ő sem biztos, hogy egy divízió egyes szintet tud hozni, de biztos vagyok benne, hogyha oda kerülne bármilyen... Tudja hozni, csak vannak előtte. Igen, csak vannak előtte. Én egy kérdést hadd tegyek föl. Ugye itt az utánpótlás kapcsán már feszegettük ezt, fölmerült, hogy Erste Liga meg az Alpesi Liga között milyen
szintbeli párhuzamot lehet vonni, vagy egyik erősebb a másiknál, hajlamosak vagyunk azt gondolni, azt mondani, hogy a miénk azért erősebb, mint az osztrák második vonal. Nem biztos, hogy össze lehet ezt így patika mérlegen hasonlítani, de egy kérdés, hogy egyébként elég gyengén kezdő, de a szezon végére 6. helyre befutó csapat kapujában védő Vajádám, aki gyakorlatilag végigvédte a szezont. Szóba se került, szerintetek? Nem volt szem előtt szerintem. Alpes Liga meccset nem tudom, láttam-e már életemben, tehát arról véleményt nem tudok mondani, hogy hol tart az a liga. Neki elég zaklatott évei vannak, ugye az utolsó 2-3 év szerintem. Meg amit mondtál, az Alpesi Liga, ez. Meg annyian vannak előtte tényleg, tehát szerintem a két kezdő az Hete Rajna, és akkor tartalék kapus közepén nem tudnék dönteni, hogy Arany vagy Adorján. Például. És akkor Adorján, így van. Kornaker? És csak utána, hát... Igen. Tartaléknak végül is miért ne, úgyse fog játszani. De... egy ice bajnok csapatban véd nagyon keveset. Ez is tényleg. Az alapszakaszban nem, mert ott szinte felállásra védtek, aztán a rájátszás. Nekünk bajnokok. De, igen, rájátszásban már nem védett, de... De egyébként én nagyon sajnálom őt, hogy szerintem sokkal jobb kapus annál. Kapusposzt egy ilyen nagyon hálátlan ilyen szempontból, hogy bizalmi. Hát... Nem sajnálom, miért sajnáljuk? Szerintem, hogyha akarna, tehetne érte. Tehát, olyan értelemben mondom, hogy sajnálom, hogy igen, hogy nem, neki védenie kéne. Jó kapus, amikor véd, akkor hozza győzelmeket. Ha akarnak, nem akkor elmen olyan helyre, ahol lehetne ő első számú kapus. Hát azt mondod, nem, akkor elmen. Beskatujázódott ebbe? Szerintem igen. Kényelmes. És hogyha olyan a mentalitása, hogy baromi jó assziszt kapus, tehát egy ilyen második számú hegedűsként ő nagyon jól érzi magát a bőrében, és baromi jól tud együtt dolgozni bármilyen nála papíron legalábbis jobb képességű kapussal? Az is lehet, hogy jól motivál. Csak ebből nem fogsz tudni kilépni, és utáni megnézni a válogatottban. Edzőben jutott eszembe ilyen Székesfehérvárról. Azt mondtam, hogy élek. Fehérváron ilyenek vannak, igen. Na mindegy. Ez van, hát kapus. Hetével nincs gond, meg a Rajna Mikivel is. Ott ment még egyébként a vita, hogy melyikük a jobb kapus, vagy ezt nem is tudom, hogy el lehet-e dönteni egyébként. Hogy ez... Most talán Rajnának volt jobb szezonja, szerintem. Tehát az ő nagyobb szakaszban, igen. Nagyobb, hát aztán rájátszásuk meg nem sok volt, mert ugye jól választottak, de... Na de ki ellenes? Hát, de várja, a Hete védte ki a Rajnát. Így van. Meg mellé egy magyar kupát behúzott. Akkor győzött, Hete az egyes. De azt majd a show eldönti. Szerintem a Rajna meg nagyobb tartást tudott adni idén az Újpestnek. Vagy legalábbis szerintem nagyon nagy szerepe volt abban, hogy addig ment az Újpest, ameddig. Hát nem tudom. Nem. És lehet, hogy, és ezt most akkor pejoratívan is mondhatjuk, hogy a nagy szerepe volt abban, hogy az Újpest addig ment, ameddig? Mert elfáradt a végére? Vagy betegségről is lehetett ott hallani, sérülésről, tehát hogy... De tény, hogy csapágyasra volt járatva az alapszakaszban Rajna Miki, az egyértelmű. Ugye Hete sérülés miatt, ugye rögtön az olimpiai selejtezőnél megsérült, a szezon első egy harmadát ő kihagyta. Ez kapusposzton szerintem ez nincs, ez a csapágyasra járatás, hogy kapusnak az jó. Én még soha nem hallottam ezt panaszkodni erre kapust. Hát nem. Kapusok fejben fáradnak el bármilyen. Miért bárkit hallottál panaszkodni? Egyébként egy hókist hallottál panaszkodni? Kapus nem fogja azt mondani, hogy főnök ne védjél, mert fárad vagyok. Tehát hogy ilyen nincs. De szerintem biztos van, hogy kell pihentetni. Hát kiég, vagy mit tudom én, szellemileg, vagy a franc tudja. Tehát... Mentálisan a kapusposzt az mentális poszt. Az bármilyen csapatsportban. Azon a poszton nincs gondunk. Hát szerintem nem lesz. Na. És van még egy csatárunk, akit várunk nagy szeretettel, de még egy mérkőzése van. Ez nagyon bosszant engem. Ezt én most hallom, hogy ez a... Minek? Könyörgöm, minek? Egyik azt, hogy minek, a ráadásul minek egy hét múlva. Mi nem lehet lejátszani hétfőn?
Ugye Sebők Balázsról beszélünk, aki kiesett, nem jutott pontosabban be csapatával a finn bajnokság döntőjébe, a rájátszásban, és egy mérkőzéses bronz meccset játszanak majd az aktuális ellenfélnél. Ugye, jól emlékszem, 24-én? Kukuval. Azt hiszem, a Tappara ugye ment honból tovább. Így van, nem lett tamperei házi döntő lett volna a finn bajnokságban, de nem sikerült Sebőkéknek. Hogy? Minek várnak erre egy hetet? Nem tudom, minek várni egy hetet. Tűzben kell őket tartani a VB-ig, nehogy le kelljen mondani motiválatlanság miatt. Nehéz az olimpiai bajnokokat rávenni, tudod, hogy... De ők nem jönnek jubjanába, őket nem hívta senki jubjanába, úgyhogy... Nem arra. Vége, pihenjenek 2-3 napot, nyalogassák a sebeiket, aztán lehet menni az edzőtáborba. Kész. Tehát ez a világ legfölöslegesebb meccs, amit a finnek ott lejátszatnak. Szerintem tudom, legalábbis. Tényleg, itt jön egy rossz korong, ellövik a kezét, bazd meg megsérül. Igen. Ne legyetek már ilyen kis asszonyok. Örülnénk, ha az LC-ben lennének ilyen plusz meccsek, mint All-Star, vagy egy magyar kupa normális. All-Star oké, de egy harmadik helyet ne játsszuk már. Hanem egy ilyen harmadik hely, egy hét múlva, és mondom, most egy ilyen meccsen megsérül az ember. Hát így szokták, na. Úgyhogy kihagyta az olimpiai selejtezőt is egy vakasérülés miatt, ugye, jól emlékszem. Uh-huh. Hát ugye Galló részleges combizomszakadás miatt nem tud jönni. A skandináv légió így immáron két fejéből, tehát akkor csak Sebőkre számíthatunk. Hát ha elengedik, nem kell játszania. Na. Nem tudom, de egyébként belenézegettem az utolsó meccsbe, már nem, de úgy előtte több meccset néztem a Sebőkéből, és én biztos elfogult vagyok, de szerintem ő a legokosabb ebben a csapatban. De most komolyan, ez a Pali nem veszített korongban. Hallod, ez elvitte a zsugát, fölkorizik vele, és úgy teszi vissza a lövőre, hogy csak el kéne lőniük. De azok nem a faszporban meg tudjuk nézni. Hallod, a Pali szerintem a legjobb. A csapat a legjobb játékos. Egész jó, bulizik is. Nagyon, és figyelgettem. Mert korongot is el szokta hozni. Nem lőtt meg a... Milyen rossz pont mondtál, ha megint nem hallottam. Nem volt, majd hallgass vissza. Ennél csak az volt a rosszabb, amikor folyénál néztünk valamelyik volán meccset néztünk, de ez így decemberben volt pár éve, és akkor szerintem még az Ákos közvetített a sportklubban volt. Azt mondta, hogy bent lesz a buli. Hát mondom, jó, meg kint hideg van. Kávé ilyen szarpoim volt. Kár volt elmesélni. Mennyi ilyen lesz még Jugyanában, hidd el. Félek tőle. Sebők nagyon jó, és nagyon kell a válogatóban. De azért nem semmi játékos társai vannak ott. Tehát az Antilla, akinek volt egy olyan VB-je, hogy tán pont király lett, az a negyedik sorban muzsikál. De várjál, két méter 20 centi az ember. Tudod, akkor piszkája van, tudod, így az kapcsolgatja a villanyt, ez a mennyezetem vele. Egy ilyen óriás. Hát ezért tartják a negyedik sorban, utolsó csere. De mondom, Balú nagyon okosan játszik. Ja. Jó, de ő rajta a válogatottban is látszik, hogy más szinten edződik nap, mint nap. Tehát azért reméljük, hogy látjuk. Mellé tesszük be Árjanikát, mellé tesszük, meg itt tegyünk még mellé. Segítsünk Sónnak. Kulmalát, ha visszük, ha már északi sor. Hát egy nagyon izmos első sort akarsz, akkor Csanit, és akkor azokat megbolondítják őket. Hú, az igen. Csak a fehérvári sorokat nem biztos, hogy szétszedném, illetve hát szétszeded, mert nem sorok jönnek onnan. Kurát de... nem jön. Kurátod, de én. Még a Petát megmagyarázhatjuk, hogy a színeket kicsit összekeverjük az ászlóban. Hát a Bartal is jön hozzánk. Bartal is, hát igen. Hát ő azért még questionable. Ja. Ő még jöhet? Hát megy orvosi vizsgálatra, vagy mi most a... Majd kiderül, hogy jön-e. Akkor jó, akkor reméljük, jó. Meglátjuk. Hát minden esetre most már alig több, mint két hét.
mi már készülünk. 39. adást, azt már kint veszük fel. Ugye? Nem tudom. A sofőr majd beszél. Akkor is eldönt, hogy felveszik-e, de hogy érni minket. Az... az a kérdés, hogy végig akarod-e vezetni az utat. Aztán igen. 4 órát? Uh-huh. Végigvezetem, nem probléma. Az a kérdés, hogy ti berúgtok-e, mire odaérünk ez? Az kérdés. Ez a felhívás? Mert... nem. Nem. Elfogadjuk a kérdést. Figyeljetek, ha már számok, abban vagyunk a legjobbak, ugye? Egy kicsit megnéztem a sportklub Csíkszered a idei szezonjának alapszakaszát. Szevasz, producer. Hajjá, majjajó. Szuper. Szóval a Sportklub Csíkszered a idei szezonjában ugye mondogattuk egy picit azt, hogy az Újpest milyen jó volt hazai pályán, hát azért a Csíkszered a se rossz. Egy hosszabbításos győzelem és 2 hosszabbításos zakó. 111 lőtt gól és 40 kapott hazai pályán, 20 mérkőzésen. Tehát szerintem fenomenális. Érdekes, ugye túl sok időm nem volt mindenféle nagyon furcsa és jó statisztikát összeszedni, de azért ugye elgondolkodtunk rajta délután, amikor beszélgettünk arról, hogy miről is beszélgessünk ma. Hogy hát, apropó, hol vannak az instat adatok, meg az összefoglaló cikk? Készülöm, örülj neki, hogy 2 héttel a bajnokság után kihozták a bajnokság végeredményét. Így van. Tehát minden szépen csak sorjában, ne kapkodjál. A válogatott keret is meg lesz a Dél-Korea bedobásra szerintem. Na, ez már valami. Újpest volt az egyetlen, aki le tudta győzni a Csíkszeredát a Vákhárban, ráadásul 2-szer is hosszabbításban. Ja, az első most alapszakaszról beszélünk. Tehát a rájátszásban ugye például a Ferencváros is tudott nyerni ott 5-1-re, az volt talán az egész bajnokságot tekintve az egyetlen rendes játékidős veresége a Vákárban a sportklubnak. Azért ez nem de semmi. A legfontosabb statisztika, hogy mekkora tipmix gyilkosok, mert a 20 meccsen 111 gól az 5,5. Igen. Tehát az a lőtt. De az a lőtt, azért még 2-t kapnak. 2-t kapnak még azért meccsenként. Még egy kis érdekességet én itt kigyűjtögettem. A legerősebb átlagot tekintve a második harmada volt hazai pályán a sportklubnak, ott átlagban 2,2 gólt lőttek, míg cserében 0,8-at kaptak csak. A teljes hazai átlag, ugye azt beszéltük, az 5,5-2. Ugye volt 2-5-0-ás hazai győzelem, ami zöld asztalnál született, így jött ki 111, tehát ténylegesen 101 gólt ütött a sportklub. Ehhez képest azért vendégként egy kicsit karcsúbban teljesített, de ami az igazán érdekes, még itt a hazai pályát tekintve, hogy az egész alapszakaszt figyelembe véve, ugye 20 hazai pályán lejátszott mérkőzés, abból egy pár, 3 darab hosszabbításig, sőt 2 büntetőkig ment el, és ez összesen 63 darab harmadot jelentene, hogyha Deac és a Gyergyó, nem is tudom melyik mérkőzés volt, ami még 5-0-val volt igazolva, tehát abból még levonni 57 harmadból, mindösszesen 7 olyan harmad volt, amit elveszített a sportklub. Mindösszesen 7 olyan harmad. Az összes többit X-re vagy győzelemre hozta. Tehát ez tényleg szenzációs. Vendégként már jóval színesebb a kép, úgyhogy ezt itt nem is nagyon elemezgetném. És ami nagyon érdekes, hogy harmadonként hazai pályán egy harmadban sem érte el a kapott gólok száma az átlagos 1-et, idegenben viszont 2-szer is
egy vagy a környéki átlag kapott gólya van. Tehát azt is ki lehet jelenteni kis túlzásra, hogy a Csíkszered a hazai pálya teljesítményének köszönhette ezt, hogy az alapszakaszt ennyire magabiztosan nyerte meg. És ugye beszélgettünk korábban arról, hogy az Újpest is hazai pályán volt fantasztikusan jó. Lehet, hogy ez ennyit számít, eljutunk oda végre, hogy a hazai pálya előnye a jégkorongban is hazai pálya előnye lesz? Reméljük. Hát a Vákárban ez mindenképpen hozzájárul a közönség szerintem, és idén azért Újpesten is egész szép számmal voltak nézők. Tehát egész jó hangulatú meccseket játszottak. Ami lehet, hogy az eredmény hozta magával a nézőket, és fordítva, tehát egy ilyen kölcsönhatás. Inkább az utazás, illetve az utazás elkerülése miatt jobb a hazai pálya. Főleg Szereda az, hogy nem tudom mennyi, ez egy 12 órás kellemes kis utazás. Tehát hát egy tízes. Tízes. Úgyhogy Franz, ugye mondjuk a Szeredáról ugye többször beszéltünk, hogy már az is meglepetés lett volna, nem játszanak döntőt, sőt, az is meglepetés lett volna, nem nyerik meg a bajnokságot. Mert, és a statisztika meg mindezt alátámasztja egyértelműen. Tehát, hogy minden ők voltak a jobbak. Tehát most így ez... Nem olyan magasan. Persze, ez nem olyan, mint a tenisz, hogy a statisztika ide mutat, és akkor a másik megnyeri a meccset, majd előfordulhat, de a hokiban ritkán van olyan. Igen, tehát egyénileg is, meg csapatszinten is azt gondolom, hogy teljesen megérdemelt a sportklub győzelme. Én azt vetném fel még, mint kérdés, hogy szerintetek ebben az óriási magabiztosságban az orosz, mondjuk úgy, hogy korosodó vagy rutinos légiósok milyen értelemben tettek hozzá többet? Ez most nagyon szubjektív kérdés lesz, és csak szubjektíven lehet válaszolni. Azzal, amilyen rutint ők hoztak magukkal, és vagy az ő játéktudásuk 36-7-8 évesen még az Erste Ligánál ennyivel magasabban van? Vagy egyszerűen az, hogy köztünk van egy több ezer mérkőzést KHL-ben lejátszott játékos, aki spanolja, húzza magával a többit, aki nem. Szerintem ad egy nagyon nagy fokú magabiztosságot a többieknek, meg ha nem is ment nekik néha a játék, de amikor kellett, a döntőbe is, mindig, tehát amikor kellett, akkor lőttek egy gólt, vagy csináltak egy olyat. A döntő pillanatokban ott vannak. Igen. Mind a kettő, amit mondtál. Tudnak korcsolyázni, pont annyival többet. Igen. Igen, és gondolom ezáltal sokkal több helyzetet dolgoznak is, sokkal több minőségi helyzet. Ez szerintem egy ilyen nem ördögi kör, mert azt a negatívra szokták, ilyen spirál, ami nem lefele húzza, hanem fölfele. És benne van az is, hogy gondolom ez spanolja a hazai játékosokat is, illetve látják, hogy apám így is lehet korizni. És tényleg meg amit mondtál, az is, hogy ennyivel azért egy orosz, aki tényleg napi 12 órát van jégen, tehát hogy még így bedobják neki a kaját, tudod. Tehát, hogy meg a vodkát, menet közben, meg az uborkát hozzá. Na mindegy, szóval persze. Nem uborkát, vodkát. Rosszabb. Meg az uborkát is a vodkához. Meg azt akartam mondani, hogy a Szeredának volt a legtöbb, tehát a legmélyebb keret és a legtöbb minőségi játékosa. Tehát ha így összehasonlítod, kiválasztanád, hogy és akkor Nagy Gerit, Skacskov, és akkor mindenkiből kivennéd a legjobbat, Pif 1. És akkor így raknád össze, a Szeredánál maradna ott 5-6. Tudod. Idén nagyon jó volt a csapategység is náluk. Volt olyan szezonjuk, amikor voltak Igen. nagyon jó játékosaik, és nem működtek csapatként. Idén ez is Igen. meg lett találva. Hát meg jó, amikor kellett, a kék vonalról beverték, az kész. Egyszerű játék. Igen, és ettől egy picit félek én Ljubljanában, tehát hogyha még Kujest is sikerül behúzniuk a válogatottba, hát milyen gólokat lőtt a döntőben is? De ne féljél, mert nem Erzterig a csapattal fognak játszani. Azt én értem, de akkor is azért az a lövés, tehát ki áll bele? Ő is tudjuk, csak egy ember. Magosi Bálint. Tudjuk, Fehérváron kötelező, de ott szivaslabdával gyakoroltak. Na mindegy, szóval én azt mondom, hogy nem kell félni, 3 meccset kell nyerni. Meg hát most tök mindegy, hogyha félünk is. Elég lesz 4 is.
Legyen úgy. Hát én ott féljek, hát nekem mibe tart, nem tart sem eddig félni. Az nekem jó lesne, hogy végre szlovénok ettét meccsen. Te fogsz vezetni, féljél csak. Attól kell, attól jobban féljél, hogy ezek a hárman mit fogunk művelni. Na mindegy, szóval... Ezt majd adásra szóval, kívül megbeszéljük. Székesfehérvárnál már. Egyértelmű az Csíkszereda, persze, az idei. Hát gratulálunk még egyszer a bajnoki címhez, teljesítményhez, és hát nagyon, én most messzire megyek, de én azt mondom, hogy én nagyon bízom abban, hogy előbb-utóbb eljut oda a magyar jégkorong, hogy ha már most a Fehérvár indulhat a bajnokok ligájában, hogy előbb-utóbb már az Erste Liga győztest is beengedik oda, mert... A kontinentális kupát. De most az már... Kapu nyitva van. Az, persze, de azzal már... Mindegy. Hát legyen így, ez még nem jövőre lesz, és nem is utána. Az akkor lesz, amikor ilyenkor már tudni fogjuk, hogy jövőre hány csapat, és kik indulnak a bajnokságban. Pontosan. És ezt remélem, ezt mindenki értette, hogy a sorokhoz. De sokat akarsz, úristen. Lett egy szabad kártya is, vagy mi? Hogy abban mi lesz? Ugye a győri licenszel, hogy lesz csapat, nem lesz csapat abból, 10 csapat lesz, 11 csapat lesz, ki indul, ki nem indul, ki mikor nevez. OB2 lesz-e? Mindenki akkor nevez, amikor ráér. Nem. Az a Brassó. Az más. Nekünk meg rengeteg idejük volt már. Amikor Álmossal beszélgettünk, ő azt mondta, hogy most már így március-április környékén, tehát még mielőtt véget ér a bajnokság, mert a szándéknyilatkozatot le kell tenniük a kluboknak a jövő évre vonatkozóan. Tehát egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy egyébként a szövetség, a liga már tudja, hogy jövőre 10 csapatos, vagy 11, vagy akár 12 csapatos lesz a bajnokság. Ja, csak a szurkolók vannak leszarva, értem. Nem így fogalmaztam volna. Nekem furcsa, hogy amikor még mondjuk úgy, hogy az internet hőskorát éltük, 90-es évek második felében, akkor is több információ jutott el a szurkolókhoz, mint mostanában, amikor... Jó, akkor más oldalakat nézegettünk. Ezt most ne bontsuk ki. Nem is mondtam, hogy pont net. Szóval igen, tehát furcsa egy picit az, hogy azt hisszük mi szurkolók, hogy ez ránk tartozik ez a dolog. Viszont azért hisszük azt, mert amikor fiatalok voltunk, és tényleg pici túlzással minden időnket ezzel töltöttük, hogy amikor nem a pontnetet néztük, hogy utána olvastunk, utána néztünk, kim voltunk a meccsen, mit tudom én, hogy akkor mindenről tudtunk. Tudtunk arról, hogy ki beteg, ki sérült, mindenről tudtunk. Most, amikor az internet világát éljük, és tényleg minden lehetőség adott, hogy így egy pillanat alatt megszerezd az információkat, most nem. Nem tudom, melyik a jobb, ha ez szándékos, hogy nem tájékoztatunk olyan dolgokról szurkolókat, ami nem feltétlenül tartozik rá, mert azt gondolom, hogy mondjuk a győriek is szívesen tudnák, az a néhány 10-100 ember, aki szeretett volna jövőre is jégkorongmeccsre menni, hogy most van-e esélye jégkorongmeccsre menni jövőre, vagy sem, ez tök jó lenne szerintem Győrben is tudni. Lesz-e OB2? Onnan már Bécs nincs messze, tehát tudnak ők meccsre menni akar. Pozson se. Na, ugye? Na, meg is nézem, mi lett ez a... Nem, egyébként igazad van, Fodros. Én meg azt mondom, hogy ez még akár a szurkolóra is tartozhat. Tehát ezt nem tudom, miért kéne eltitkolni. Ezt én egyszerűen lustaságnak tartom. Hogy nincs információ. Ez egyszerűen lustaság. Nem törődömség. Így van. Így van, és a szurkolónak a semmi bevétele, tanult barátunk ezt úgy fogalmazta, hogy le van szarva. Ja, jó volt. Ugye itt a győriek kapcsán, meg egyébként is többször felmerült mostanában utánpótlás, kiöregedő játékosok, stb. OB2-ről se tudunk semmit. Vannak nagyon fasz a tanulmányok arra is. Majd mind? Lehet, de várj, de lehet, hogy az érintett klubok, akik esetleg szándéknyilatkozatot tettek már, hogy ha lenne OB2, akkor indulnának, de hogy
ott mi a helyzet, ezt is tök jó lenne tudni. Tehát egy picit rámegyek arra a témakörre, ami nem feltétlenül, mert nekünk sokan mondják, hogy a blog az picit nekünk versenytárs, azt nem érdekel különösebben, tehát ők írják, mi beszélünk róla, de az a micsoda? Csúnyán beszéltél. Ja. Nem, tehát arra akarok kiukadni, hogy volt egy tök jó cikk, amiről ma beszélgettünk a műsor elején. Ilyen cikkek nincsenek már a blogon se, amik egy kicsit elemzik, egy picit statisztikáznak, egy picit véleményt mondanak, egy picit háttérbe turkálnak a dolgokba. Ezeket a cikkeket szerettük olvasni annak idején, ilyenek nincsenek már. És lehet, ezért mondom, hogy lehet, hogy egyszerűen csak hozzászoktunk, és ez valamiért most nincs. Szándék, igény, nem tudom, bármint nem részünkről igény szurkolók részéről, hanem a másik oldalról. Nincs meg erre. Nekem hiányzik. Nem tudom, milyen fórumra kéne írnom, vagy hova, hogy a statisztikákból legyen valami, mert engem például tökre érdekelne. Hát megcsináljuk mi, még ugye még tartozunk egy évjátékos a kisles MVP díj átadásával. Ezeket de mi megcsináljuk. Nem tudom meg, hogy ki hányat lőtt, meg mennyit volt égen, meg ilyeneket. Ja, hát azt nem. Tudni. Azt nem, mert mi is csak abból dolgozunk, amink van. Tehát más statisztikai adatot mi se tudunk. Maximum egy kicsit megtekergetjük a számokat ide-oda, és más szemszögből használjuk fel őket, de alapvetően mondjuk nem nézünk plusz-minuszt kapusoknál, de még az idő is eljöhet. Úgyhogy hát várjuk nagyon nagy szeretettel azokat az információkat itt a VB küszöbén már, hogy igen, az Erste Liga nekünk még azért fontos, és gondolkodnánk. Ez látszik egyébként a mi műsorainknak a nézettségén, hallgatottságán is, hogy kezd elfogyni azáltal, hogy kihullottak ugye az alapszakaszban csapatok, aztán a playoffban, kezdenek fogyni a mi nézőink, hallgatóink is, pontosan azért, mert elveszíti az érdeklődését a jégkoronggal kapcsolatban az, akinek a csapata már nem játszik, mert nincs információ. Minden héten egy-egy klub egész jól csinálja ezt, hogy még így is hoz valakit, ugye Dunaújváros bejelentette, hogy új sportigazgató van, új vezetőedző van, minden hétre, minden napra jut valami kis apró információ. A sportigazgató vagy mi lett a finn csávó, nem edző? A Reva az edző, nem? Nem, ő nem. Se. Edző még nincs. Nem? Ők mind a ketten sportszakmai vonalon fognak dolgozni. Két sportigazgató, az igen. Nem. Az a megszólítás, de nem. Jó, nem mindegy. Profi. Profi. A Revát nem edzőként hozták oda? Nem. Akkor az biztos, hogy ő sportigazgató lett. Ő is? Úgy emlékszem. De nem, Zsolti nem beszélt mellé nálunk, tehát komolyan elkezdték építgetni ott a dolgokat. Reméljük. Néz ki. Igen. Ha most ma mellé beszélt, tök mindegy, a jövőre megint felhívjuk, vagy felhívjuk, igen. És akkor megmondjuk, hogy bátya, mellé beszéltél? Ljubljanával kapcsolatban. Albi, te említettél egy olyat, hogy olvastad valahol, hogy el fogják törölni, vagy már el is törölték a maszkviselési szabályt. Zárt helyen eltörlik a maszkviselés, csak ha orvoshoz mész, meg ilyen olyan helyekre, akkor kell, de meccsen nem, meg kocsiból. Faszacsíros maszkot szereztem. Pedig annyira szerettem volna a kocsiba maszkba ülni, azt a 400 kilométert. Reméljük, kevés útulatásunk lesz. Egy házszartásban vagyunk egy hétig. Így van, és ráadásul ti folyamatosan inni fogtok, úgyhogy nem kell maszk. Te is. Amint odaértél. Én azt néztem meg, egyébként azt el is felejtettem nektek mondani. Ugye kijöttek a hallgatókra? Parancsolsz? Rátartozik a hallgatókra? Vagy nem tudom, miről akarsz beszélni, csak... Nyugi, semmi olyat nem mondok. Ez intim. Nem, arról ugye értekeztünk így a szurkolók a Face-en többször, hogy hol vannak a bérletek, mi lesz a bérletekkel, mi is beszéltük, hogy majd a helyszín lehet megvenni, és nem, ugye egy pár, múlt hét van sárnap, vagy hétfőtől, nem is tudom, mikortól lehet az új bérleteket megvenni, és 50 euró az ára, tehát sokkal kedves. Szerintem ez egy korrekt ár, és ugye én le is csaptam pont ugyanarra a 4 bérletre, ami nekünk volt, tehát pont ugyanoda megvettem, de megnéztem. Büfé mellé.
Igen, tegnap, vagy tegnap előtt este ránéztem, hogy hogy a magyar szektorok hogy állnak, és megszámoltam nagyjából, hogy mennyi hiányzik. Egy jó 600 bérlet meg van véve az első szektor szinte teljesen, és a következő is nagy része. Tehát már csak ami végül is így a pályáról lelóg a legszéle, az van telibe, és a másikból egy pici, én ilyen jó 600-at már úgy megszámoltam, hogy legalább 600-at megvettek a magyarok. Nagyon szuper. Szerintem tök jó. És ugye az óriási. Egy 12,333 eurós jegyáról beszélünk, itthon meg a felkészülési meccsek 10 eurósak. Hát egy kicsit talán indokolatlanul. 9, mert azért. Nem olyan jó a forint. Nem árfolyamoztam. Tehát, 3-50-nel számolva 10 euró. Nézve a miskolci ukrán meccs nézőseregét, nem biztos, hogy indokolt ez a jegyár. Hát igen, majd kiderül, kedden játszunk Szlovéniával Fehérváron. Ott kiderül, hogy Júlcsék mennyi nézőt tudnak bevonzani, de azt gondolom, hogy ott azért más lesz egy kicsit. Ők most csak a pályát adják, nem ők szervezik. Ők szervezik, de a jegyárat nem őt szabják, az biztos. Igen. Tehát azt gondolom, hogy ott még a hoki őrület Fehérváron nem csitult, hogy ott még, ha nem is feltétlenül lesz teltház, bár azért szerintem Szlovénia azért még mindig egy jó válogatott egy hívószó. Ugye arról lehetett tudni már... Orra ellenek leszünk egyik centrumban. Így van, illetőleg azt is lehet tudni már, hogyha minden úgy alakul, akkor Kopitárnak nincsen akadálya annak, hogy jöjjön a világbajnokságra, és mivel hazai rendezésű, nagy valószínűséggel látni fogjuk őt is a jégen. Már azt mondja, hogy a meccsre is ilyen Fehérvárra, mert akkor csináljunk akadályt, tehát tegyük karanténba, vagy valami. Nem tudom, ez csak erről jutott eszembe, hogy a szlovéneknél Kopitárral is. Ugye jövő hét vasárnap már túl leszünk 3 felkészülési mérkőzésen, amikor a következő adást felvesszük, akkor talán már egy picit keret is közelebb lesz ahhoz, mint amit majd Ljubljanában viszont fogunk látni. És hát aztán szerintem még mindig borzasztó nagy hülyeségnek tartom, de az utolsó napon, vagy az utolsó felkészülési mérkőzés a VB első ellenfelével lesz, úgyhogy szerintem minden hülyeséget meg kell csinálni, hagyj higgyék azt, hogy ilyen pénz ez a csapat. Óriási sakjátszma lesz az a csütörtöki meccs szerintem. 0-0, meg is teszem komolyan. 0-0, mind a két csapat föláll a saját harmadában. Igen. Mindkét csapat szerez gólt, egyik sem. Igen. Vagy 8,5 gól fölött. De igazából... Tehát a legnagyobb riválisunk ellen játszunk egy felkészülési meccset, 3-4 nappal az éles meccs előtt. Hát figyelj, azért láttunk már ilyet a vízilabdában, együtt edzenek a szerbek meg a magyarok. Sohan azt mondta, hogy van, aki nem, neki ebben semmi baj, ő szereti ezeket a meccseket. Hát, ennyi. Ő tudja legyen, a dolgát. Legyen ez a végszó, ő ért hozzá. További kellemes időtöltést kívánunk, köszönjük a mai figyelmet. Akit még eddig a adás pillanatáig nem locsoltak meg, az vigyázzon, mert még jöhetnek, ha még van pálinka meg sonka. Úgyhogy további kellemes időtöltést még egyszer mindenkinek. Sziasztok! 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 Hajrá, magyarok! Hajrá, magyarok!